Kárpátalján 2014-ben lett arra lehetőség, hogy megalakuljon a Kárpátaljai Lelki Elsősegély Telefonszolgálat. Ez egy nagyon új kezdeményezés, itt nem volt még ilyen. Amikor konfliktusok kezdődtek az ország keleti részében, akkor néhány szakemberben felmerült az a kérdés, hogy hogyan is segíthetünk az itt élő magyar embereknek. És a magyarországi mintára itt is megalakult a telefonszolgálat, amivel anonim módon tudunk segíteni olyan személyeknek, akik betelefonálnak és lelki segítséget kérnek. 2014-ben akkor a Munkácsi Szent Márton Karitász fogadta be ezt a programot. Most jelenleg a Kezünkben a Jövő Alapítványnak az égisze alatt működik, és egy olyan egyedülálló program, ami most már 6. éve segít a Kárpátalján magyar nyelvűeknek, akik bajba kerülnek, és nem tudnak máshonnan segítséget kérni. 2015-ben kezdődött egy képzés, ami 40 fő indult, és arra vállalkoztak, hogy ügyelői lesznek ennek a telefonszolgálatnak. Ez azt jelenti, hogy ők a szabad idejüket arra áldozzák, hogy bajba lévőket segítenek, felveszik ezeket a hívásokat, amelyek Kárpátaljáról indulnak. Ezt a képzést 14-en végezték el. Azóta már túl vagyunk egy második képzésen is, és így most 17 ügyelővel működik a telefonszolgálat. Nagyon érdekes újdonság ebben az, hogy egy évvel ezelőtt Felvidéken is felmerült egy hasonló telefonszolgálatnak a vágya, és az ottani magyarok, akik ezt elindították, azt kérték, hogy azon a napon, amikor Kárpátalja ügyel, akkor a kárpátaljaiak fogadják a felvidékiek hívását. Elkezdődött egy kárpát-medencei ség. Ugyanazt tudtuk, hogy Erdélyben már működtek korábban szolgálatok, magyar nyelvű szolgálatok, de ezek után volt az, hogy felvettük a kapcsolatot ezekkel a határon túli magyar nyelvű szolgálatokkal. Mindez nem lett volna, vagy nem jöhetett volna létre, hogyha nem áll mellettünk a Magyarországi Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége, amely összefogja a Magyarországon működő telefonszolgálatokat. Tehát azt is mondhatnám, hogy kibővül ez a kis magyarországi rendszer, akik ugyan sokkal többen vannak, mint mi határon túl, de mégis kibővült a határon túli régióval, és létrejött egyfajta Kárpát-bedenceiség. Tehát örömmel mondhatom, hogy most már Felvidéken is, Kárpátalján is, és Erdélyben is lehet magyar nyelven segítséget kérni, lelki segítséget kérni. Mindenki számára nyitott ez a lehetőség, méghozzá a nap 24 órájában, 7 nap egy héten, mert ugyan Kárpátalja pici, és nem tudunk olyan sok ügyelővel dolgozni, de amikor itt nincs ügyelet, akkor vagy Magyarországon, vagy Felvidéken fogadják a kárpátaljai hívásokat. Nagyon sokféle háttérrel telefonálnak, főleg olyanok, akik hirtelen nem tudnak mással, családtaggal, baráttal beszélgetni, és szükségük van arra, hogy egy nehéz helyzetben eligazodjanak. Vagy már nagyon sokszor próbálkoztak, és valahogy nem sikerült megtalálni a megoldást, és kell egy független, egy addig ismeretlen hang, egy fül, aki értő figyelemmel fordul felé, és esetleg egy olyan utat találnak együtt, egy olyan megoldást, vagy olyan irányt, amit eddig nem látott. Nagyon fontos az, hogy egy másik ember, egy ismeretlen ember ismeretlenként ránéz egy problémára, az lehet, hogy másfajta szempontokra tud rávilágítani. Nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy nem megoldást nyújtanak az ügyelők, hanem egyszerűen kísérik azt a valakit, aki vette a fáradtságot és a bátorságot, és felhívta valamelyik segélyszámot. Nagyon érdekes esetek is vannak, és nagyon szép látni az, hogy valaki elindul egy úgy számára
bezártnak tűnő kapu előtt áll, és elindul egy úton, és mégis talál ki kiutat. Ez nem az ügyelőnek az okosságából, hanem a saját forrásainak a megnyitása által, vagy a saját életére való rátekintés által egy másik ember segítségével.